kisteleki gyárunkban körülbelül 500 tonna gumikábelt állítunk elő, 800 tonna épületkábelt, és olyan 1700 tonna egyéb PVC szigetelésű kábelt. Összességében elmondhatjuk, hogy ezek általában a kisebb keresztmetszetű, ugyanakkor flexibilis hajlékony kábelek. Továbbá havi szinten 200-300 tonna egyéb szigetelés nélküli vezetőt készítünk, főleg részből. A Kisteleki kábelgyárban mondhatom, szinte kizárólag csak részvezetőjű termékeket gyártunk. A részvezetőn belül is a különösen hajlékony vezető szerkezetek azok, amelyek a Kisteleki kábelgyár termékeinek döntő többségét alkotják. Hogy több gép egymás követően állítja elő ezeket a nagyon vékony kis elemi szálakat, amiből egy vagy több lépéses sodrási eljárásban kapjuk meg végül a vezetőt. Ezt a vezetőt, ezt a hajlékony vezetőt használjuk ugyanúgy a hagyományos PVC szigetelési termékeinknél, illetőleg a gumitermékeknél is. A gumikábelek gyártása egy teljesen más, egy magasabb hozzáadott értékű technológiát igényel, a folyamatos vulkanizációs eljárást. Ezek rugalmasabbak, sokkal nagyobb mechanikai szilárdságot képviselnek, magasabb a vízálló képességük is. Ez a gyártás technológia, amelyet már évek óta alkalmazunk, teszik lehetővé a még magasabb hozzáadott értékkel rendelkező kábel családoknak a gyártását, mint a tűzálló kábelek, a szolárkábel és esetleg a bányakábelek termékcsaládja. Flexibilis kábelek terén 0,5 négyzetmillimétertől 400 négyzetmilliméteres keresztmetszetig gyártunk kábeleket. Az egyik legnagyobb termékcsaládunk az ipari kontroll kábel család, amelynek van árnyékolt és árnyékolatlan változata is. Az árnyékolt változatok azok, amelyeket mi szövött technológiával gyártunk, a flexibilitás megőrzése érdekében. Gyakorlatilag ezzel a technikával, szövési technológiával bármilyen hajlékony kábel tudunk árnyékolni. 5 mm-től akár 60 mm-es kábel átmérőig rá tudjuk tenni ezt a szövött árnyékoló harisnyát. A gyárban integrált irányítási rendszer működik, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megfelelünk három fontos követelménynek, a minőségirányítás szabványának, az ISO 9001-nek, a környezetirányítás szabványának, ez az ISO 14001, és a legfontosabb a munkabiztonság szabványának, ez az ISO 45001. Az általunk gyártott termékeken három típusú vizsgálatot végzünk. Az első az önellenőrzés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a dolgozó saját maga megvizsgálja az által legyártott kábelt. A második a végellenőrzés, amikor minden egyes legyártott dob villamos vizsgálaton megy át, és a harmadik típus az pedig a laborvizsgálatok, ekkor szúrópróbaszerűen választunk vizsgálati anyagokat. Prismian szinten dolgozunk a kábeleink minőségének folyamatos fejlesztése érdekében. Például idei célunk, hogy tűzálló laboratóriumot akkreditáltassunk a TÜV Rejlanddal, melynek során számos érdekes vizsgálatokat tudunk végezni a tűzálló kábeleinken. Mint például a füstsűrűségmérés, gázoknak a savasságának a mérése, vagy éppen ha meggyújtunk egy kábelt, milyen hosszan, milyen ideig ég az a kábel. A kábeleink jelentős része megfelel a harmonizált termékszabványnak. Ezt biztosítva együttműködünk a TÜV Rejlanddal, így a Magyar Tanúsító Intézet jelét használhatjuk a kábeleinken. Vizuális szempontból ez egyik legfontosabb momentuma a kábeleinknek. Ezen kívül vannak speciális kábelek, mint például a szövött kábelek, amelyre német VDEJ használati engedéllyel rendelkezünk. Ebben a fázisban, ahol a nagy gépi dobokról még átorsózzuk, ahol elkészítjük a karikákat, illetőleg a dobos átorsózás folyik, még minden átorsózó, karikázó berendezésen megvannak a legalapvetőbb minőségbiztosítási műszerek, mint az átmérőmérő, csomóőr és szárazvizsgáló. Így garantáljuk, hogy egyetlen egy centiméter kábel sem hagyja el úgy a telephelyünket, hogy az minimum 4 folyamatos tesztelési fázison ne menjen keresztül.